katolikus szeretetszolgálat legrégebbi magyarországi szociális szakmai szervezetnek nevezhető. 70 évvel ezelőtt oszlatta fel az államhatalom a szerzetes rendeket. 70 évvel ezelőtt szűnt meg a rendek által fenntartott intézmények jelentős része. Vajda Norbert a felszámolás után keletkezett űrben létrejött katolikus szeretetszolgálat jelenlegi főigazgatója Jászberényben emlékezett a küzdelmes évtizedekre, amelyek eredményeként egy magas szakmai színvonalon működő országos szervezet jött létre. Nagyon büszkék vagyunk erre a 70 évre, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a ránk bízott idős embereket mindig magas szakmai színvonalon tudtuk ellátni ebben az időszakban, úgy 70 évvel ezelőtt, mint most 2020-ban is. Jó oka volt az ünneplésnek és az emlékezésnek Jászberényben is, ahol a szeretetszolgálat otthona az alapítástól kezdve fogadta a szerzetes nővéreket, majd később a nem szerzetes időseket egyaránt. Az intézmény célja, hogy magas szakmai színvonalú ellátást biztosítson a gondozottaknak, a kezdetek óta nem változott. Megbecsülés számunkra, hogy kimondhatjuk a 70 évet, hogy 70 éve szeretett szolgálatban dolgozunk, és itt a Szent Klára otthon az egyik, aki elsőként adott neki helyszínt, hogy itt ünnepelhessünk. Mai napon kiemelten ünnepi alkalom ez. 70 esztendőt átölelő szeretett szolgálat véményén. Hálát adunk ebben a templomban, a barátok templomában, a volt kolostorban, a mai Szent Klára otthonban. Szívből jövő hála és köszönet ünnepe a mai nap. Szántó József kiemelte, hogy a szerzetes rendek szétszóratásakor földönfutókká, internáltakká váltak a nővérek, de a Jóisten nagysága megmutatkozik abban is, hogy minden rosszból ki tud hozni valami jót. Márpedig a szeretett szolgálat létrehozása és 70 éves küzdelmes működése egy ilyen jó dolog volt. Több mint 1000 nővér talált otthonra az évtizedek során Jászberényben, amiért hála illeti az itt dolgozók munkáját. Ezt a másfél évtizedes itt töltött időszakot, és ezen belül pedig több mint 10 esztendőt, amit együtt végeztünk munkát, én Réváros, Katalin pedig, mint igazgatóasszony, szívből köszönöm, és mindazokhoz az esztendőkhöz, amelyek ezután következnek, kívánom annak a Szent Ferencnek és Szent Klárának a szeretetét, és annak az Istennek a kegyelmét, aki bennünket végig vezetett, és aki igazgatóasszonynak is erőt adott minden napi munkájához. A Szent Klára idős otthon vezetője, Vargáné Deme Katalin munkáját dr. Novák István atya köszönte meg. Hasonlóképp méltatta az igazgatónő tevékenységét Vajda Norbert főigazgató, illetve felidézte a szolgálat 7 évtizedes tevékenységének fontos eredményeit. Az otthon 135 idősről gondoskodik jelenleg is szívvel, szakértelemmel, szeretettel, ahogy tette korábban is, fogalmazott a főigazgató. Az otthon 70 éves történetéről és az ott dolgozók munkájáról emlékezett meg Gulyásné Túróci Margit az egyházközösség képviseletében. Budai Lóránt polgármester pedig sok más mellett azt a helytállást emelte ki, amivel az intézmény dolgozói vigyáztak az idős otthon lakóira a járvány idején. Az ünnepség végén köszönetét fejezte ki munkatársai áldozatkész tevékenységéért a Szent Klára otthon vezetője Vargáné Deme Katalin. Az Új Tavasz Együttes rövid énekét követően az ünneplőkkel közösen áldotta meg a Szent Klára otthon új kapuját Szántó József atya. A szeretett szolgálat országos rendezvénysorozatának első Jászberényi állomásán az intézmény munkatársai kifejezték reményüket, hogy ezután is szívvel, szakértelemmel és a tőlük megszokott szeretettel fogadhatják az intézménybe érkező időseket.